Kötetlen beszélgetés, ismerkedés, jó hangulat. Ez jellemzi az immár második alkalommal Székesfehérváron is megszervezett haver vagy elnevezésű estet. A kezdeményezés célja, hogy városunkban is kialakuljon egy olyan közeg, ahol szívesen ismerkednek, találkoznak új emberek, korosztálytól függetlenül. Ez most már a hatodik város az országban, ahol van haver vagy, és a haver vagynak az a célja, hogy legyen közege, meg programja, meg közössége annak az élménynek, hogy nyitottak vagyunk egymásra, és hogy találkozunk, beszélgetünk, együtt vagyunk. Ugye nem erre halad a világ, hogy ne virtuálisan barátkozzunk, hanem élőben, és mi pedig nagyon arra törekszünk, hogy ez megmaradjon. A résztvevőket 4 fős asztalokhoz sorsolták ki a szervezők, és jellemzően fél óráig hagyták kibontakozni a véletlen szülte társaságokat. Leültetjük az embereket, és maguktól elkezdenek beszélgetni, név, ki mivel foglalkozik, de segítségül adunk 2 kártyát, amin 2 kérdés van, és ezt is felhasználhatják. Volt, aki már nem először látogatott el a találkozóra. Jakob Tamás azt mondja, mindig nagy élmény új embereket megismerni, és együtt eltölteni egy jó hangulatú estet. Voltam az előző alkalomkor is, és akkor egy tök jó olyan kis baráti közösség lett. Ennek kb. Most a fele megint itt van, és most leültem az asztalhoz, kb. Folytatódott a beszélgetés, amit előzőleg ott abba hagytunk. A haver vagy rendezvényei nem csak beszélgetős esteket jelentenek, szórakozó helyekre is gyakran szerveznek találkozót, valamint közös társasjátékra is várják az érdeklődőket. A jövőbeni eseményekről a havervagy.hu weboldalon vagy a közösségi oldalukon keresztül lehet tájékozódni.